De vannak rajta, látod, ez a talaj, de van olyan, amit rükként oly... Megy itt a nagyüzem, vesszőcserebere. Megyünk itt Bélával, Horváth Sanyihoz, Barnához, kis vesszőbeszerzés, szép az idő, december vége van. Belehallgatunk, miről megy itt a nagy beszélgetés. Popcornt mondtad? Popcornt, igen. Jó. Popcorn, a moziba szoktam menni. Meg rajszából tudok még, abból inkább, abból biztosabb vagyok, hogy... Aha. Jó, hát bármi, ami olyan van, hogy jó. Ami neked is ízlik. Tehát én mindig én csak az mondani. Ízre, csak az íz. Íz és bogyó, méret. Na. Várod már itt a nagy vesszőbeszerzést? Hogy a fenében? Hát alig várom, hogy a Sanyi bácsit megöleljem, meg kocincsunk egyet. Igen, van neki több száz fajtája. Hát az. Na, indulunk is. Na, megyünk. Na, sziasztok, hajrá. Köszönöm szépen, Béla bácsi. Na, hajrá. Nagyon szívesen, Isten áldjon. Milyen jó divatos rózsaszín táskádban. Szia! Megy az arcod színéhez. Szia! Az már nem is jó. Dehogy nem, egy nyugtál, én majd megváltozom. Hogy jó! Na. Én is hoztam. Hoztam egy mangót. Egy rügyet. Ó, ez fasz a gyökér. Koktél az ilyen vékonyka, de van rajta. Jó ez az asszony. Igen. Karamell. Ez az, amit ígérte. Karamell, de jó ügye. Jó. Olyan. Konfetka. Ez a legjobb. Konfetka, cukorka. Áztasd be, mert már... Nem avágtam le. Ez meg egy sába királynője, csak azért, mert próbált ki, azon több rügy van. Most vágtam a mangót reggel. Nem kell. Valahogy próbáld már megőrizni, hogy ne száradjon ki, de persze, nem van erre valami jó technikád. Van technikám, azt beáztatom kicsit, megszárítom, és akkor beviaszkolom az ilyen egyszemeseket. Hát és az már onnantól nem szárad. És hűtőbe? Igen. Akkor mindig kiszárad a hűtőbe. De beviaszkolod? Valamivel, de lepattok hát, sokszor viasztani. Én előtte egy napot áztatom, igen. Utána beszél. Ne nyírkos vagy papírtörölköző, vagy újságpapír, és úgy a fólia penészedik. Időnként ránézek. Hát én úgy szoktam 3-4 hetente, hogy kiveszem őket, beleteszem ilyen 10-es ládába, lemosom őket, vagy belevártom, beáztatom, az aztán igaz, ugye, kiteszem, átfúj a szél, újra csomagolom. Vegaszollal szoktam lefújni. Vegaszoll eres. Eresen. Jó, az... Hát fölösleges, de úgysem minek. Állítólag a rész bántja a rügyet, hogy mit tudom én. Ha. Én leszoktam simán mosni, nem ízélem, és akkor utána mondom csak így a hűtőbe, de 3 hetente előveszem, azt megáztatom, megmosom, semmi baj az így. Az ilyen egyrügyesiket is, ami ugye 3 éve is kaptam a vízesést, meg a kájmánt, ugye a korpásnak a nemesítését, akkor is egyrügyesek voltak. Fogtam, beálltam, beviaszkoltam, semmi baja nem volt. Úgy kiveszi az ember, ahol nem régi fiasszal vittem. Az egészet! Az egészet? Ezt, amit küldtél nekem, azt mindet, amit küldtél, beáztattam. Hát az igaz, az egészet így belemártottam. Akkor aztán cirka. Tessék. De ilyen cirkusz mutatsz. Nem a cirkusz, hanem a szőlőd. Hol a szőlőd? Van itt egyáltalán? Van. Azt mondják, van egy 20-30 fajtád. Akartok sétálni? Hát kicsit kevesebb, de jó. Mennyi van most? 12 és fél. Látom, elég sűrűn vannak. Igen, 1 méterre. De nem sűrűsödik neked? Vagy nem hagysz sok hajtást? Nem, várja. Jár, hogy elmagyarázzam. Nem hagysz sok hajtást. Elmagyarázhatom? 2 vezérdrótom van. És ezt mindig ezt úgy is ki fogom vágni neked. Várja, hogy működik ez a hülyeség. Ezt itt levágom, ugye? Jó, felment neked. Asztat kő, ugye, az. Az lesz az új kar. Igen, mindjárt mutatom. Ezek meg így. Milyen fajta ez? Lehet. Ez Moldova. Ez egy nagyon erős növekedés. Ú, ez kár volt levágni, minden, de nem baj. Igen, vigyázz, bocsi. Nem baj. Jó, van, mindegy, maradjon ott. Na, most eztet, ugye? Mindjárt. Ugye megcsinálod így körülbelül ottan. Uh-huh. Eztet leviszem erre, érted? Ide, 2 métert. Uh-huh.
emesztet, mikor most majd levágom ezt, de az nagyon vastag lehet, nem tudom lehajtani, hanem ezt fogom lehajtani, erő. Hát ott milyen kis metszullom. És látod, hogy van? Pedig ilyen női. De nem, ez most ez marketing. Gyerek. Liux, az Obi-ban lehet 2000 forintért, 2-3 évig. Na. Tudja, milyen jó? De ez német gyártmány azért. Nem, hogy magázzá engem, akkor, már mindjárt. És akkor eztet, még innen a másik tőkéig hajtom le, érted? Tehát egy tőkét lehajtok 2 méterre. Eztet addig nem a tőkéig. Hosszú, akkor kisebbre mondjuk, azt lehet kevesebbre. Ezt csak mondom. Ezt csak mondtam, érted? A másikat még erőhúzom. Érted? És azért van itt vezérlót, a kezeket még csak ide benyomkodom. Ez kész. És kész. Ez jó ötlet, ez a dupla drót. Érted? Mert akkor 1 méteren bírok 2 métert is akár csinálni. Vagy egyet. Hát most ha ilyen gyöngébb, akkor nem hagyom odáig. Kész? Kész? Jó. De akkor nem. Ezt idáig, ha vastag, most akkor az bírat hosszabbra. Sányhajtást hagysz egyen. Hát ezekkel az ilyen vékonyabbokon 5-öt. Hát ugye ez meg legyen így. Minden másodikat. Ez sem ugye nem hagyod. Nagyon az egész ezt, lombozatot. Az, ez. Nem, mert a másiknál meg körülbelül itt lesz közötte. És a leveleket, ugye mert nekem ott van az észak, itt van a kelet, ott a nyugat, dél ott van. És azért jó, még benyomkodom a vesszőket, ugye? A szél az mindig dolgozik, és erre fogja vinni. Lelóg? Lelóg, és akkor mikor tetejezek, csak itt még kell tetejezni, érted, hogy a fürtöknél. Ezt a felét még leteteljezem. Igen. Erről a felirű leszedem a leveleket, minden, de arról a felirű nem. Érted? Hogy erről jó szellős legyen, muszáj ugye, hogy a széljárás meg a betegségek Viszán, miatt még ne égjen meg. Mert ugye sokan, láttam a videókat, főtették, hát tegnap tetejeztem, nagyon gyönyörű volt, máma megbarnult. 30-valány fokokban, hát ilyen hülyeséget, hogy kitettek, meg tetejeztem, minek? Ilyen nem szabad csinálni. Jó, hát ez az én módszerom. Akkor azért szeded itt le a levelet, hogy a igen, levegő igen, átjön is ide. A másikról meg ugye meg kell védeni a nap miatt, mert aha, hát nekem itt pont a dél, látod. Ja, nem sokára itt lesz, és itt nagyon megégnének. De így meg lelóg, és akkor itt megyek, azt így szoktam tetejezni, így, hogy a fürtöket így körülbelül itt. Akkor alul bírok munkálni, és meg vannak védve. Ez meg a ízja, ez meg látod, ilyen a feszítő, ez meg úgy szoktam, hogy így megfogom, meghúzod, érted, és akkor meg van feszítve, és bírod mindig csinálni. Igen, és akkor ha elfogy, akkor ezt teszed erről, ezt is majd ócsuk át. Át akarom mutatni Moldovát, mert már vannak jó szöllő, kései, még minden, de piacon már nem olyan eladható, ugye, nem. Mert hát azért nem, mert ettől már vannak jobb fajták. Ez az ember ugye törekszik. Mire volt oda? Szili Miklós fajtára. Na, és nem akkor biztos, hogy jobb lesz, mert én aztán minden hülyeséget összegyűjtök. Na most mikor ezt ízéljük, itt akarjuk átoltani, itt a vezérdót kb. Ennyire, itt van egy bütykő. Akkor itt fölötte ennyire elvágod. Mi? Ott az egész tőkét? Igen. És innen fog kihajtani, ebből fog kihajtani, ugyanis a második levélnél, mikor ótod, második levél fölött kell ótani, akkor körülbelül itt fog kialakulni a fej. Így. És akkor innen aztán bírod majd hajtogatni a veszélyt. Így levágod? Igen. És akkor onnan valonnan majd kihajt. Igen. És akkor két hajtás hagysz, amit majd átoltasz? Igen. Ez főkölött volna. Mi a tejszínhab? Nem, főkölött. Ez a fasebb kátrány. Fasebb. Így be kell kenni, ez kész. Kész. Ennyi. Hát nem is tudtam, mondom, átoltam akkor. Meg... Ezt már én hallottam, hogy máskor is ezt csinálják, hogy igen, egy egész táblákkal így levagdolják. Hát Amerikában is ezt csinálják, nem láttad? Zöldbe ótod akkor, nem fásba? Zöldbe. De a mert kulics meg az oldalába szemez. Azt is lehet ótani, az is egyszerűen mondjuk ezeket a nagyon vastagokat csináltam én úgy is, akkor beótod az oldalába, és egy érdekes módszer, meg tudom most is, az is úgy is kimén, ha ilyen vastagokat ótasz. Azt szoktam csinálni, de nincs nálam most kés, majd inkább azt jövőre mutatok. Jó.
ugye bevágod, de én fordítva csinálom így. Ja, T-betűt csinál. És így, de igen, ja, így. Alul legyen, igen, és akkor fordítva vágom. Innen nincs nálam a kés. Innen indulok, így bevágom, és ilyen vastagon nem baj az, ugye ez lemér, akkor innen alulról benyomom, ameddig lehet, és itt a, de ezt mondtuk, majd megbeszéljük. Pont fordítva. Igen. De majd akkor elárulom, hogy miért. De hogy rájöttél? Akkor elárulom, hogy miért. Majd ha jössz, ócsuk. Csak most mutattam, hogy így el lesz ez az egész sor. Te gondoltad volna, hogy... hogy mert ugye sokan... Fordítva ócsja igen, be. Igen, annyiféle variáció. Azért ótom úgy, mert sokan, amit tévesen, jó, meg elhiszem, hogy kis kertekben, mondjuk a Feri kollégámnál és kis telekkel, ő is ugye így csinálják, hogy ugye... Két-három rügyre. Nem, amennyi van rajta, és akkor... De őket elhiszem, kis terület van, nem bírnak. Mm. Ugye hajt neki innen, 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 igen. Innen, innen, innen. Beót ide, 1-et, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-et. Jövőre, ami megfogta, megfogta, nem, akkor onnan hajt, akkor abban megint ott. És itten már keletkezik a dominancia. Jó mondom, dominancia. Igen. Mindig valamelyik erősebb lesz, és hajt egy ekkora izét az új, az tönkremén. Hát ez volt igen, nálam is, igen, amit ótottunk. Nem szabad. Át akarod úgy, mint az, hajt egyet, vagy kettőt, vagy háromat. Mikor erős hajtása van. És itten, az... hát olyanok, mint az izé. Nézd meg a... Nem nyomja ki a nagy erővel. Itt van a... Megindul, nem nyomja ez egy idei a... ótás. Nézd meg, ez mikor beleoltod, hát ekkora lesz. Hol oltottad? Ja, ott. Itt a... És látod, mekkora ótás. Ez itt lett elvágva, ott fakad ki, beletótva, ez egy, egy jéghegy, iceberg. És nézd meg ilyen vesszőket. Na. És ez él. Huszár. Nem huszár, mondom, hogy iceberg. Yeah, iceberg. Iceberg, jéghegy. Uh-huh. Uh-huh. Nézd meg a másikat is. Ez is milyen, úristen. Kettő lett, egy jött alulról, egy itten, be lett ótva. Ez meg a bojár, a bodrinny. Nem a bodri. A bodri az egy piros, ez meg fehér szőlő a bojár. Ilyen akkora nagy, óriási szemek. Hallottam arról, hogy eldinka. Hallottam. Mert a Milán azt mondta, az a legmisztikusabb. Dinkából kellene nekem pluszban, már nem írtam föl a listára. Jó, majd vágunk. Dinkából kellene majd veszünk. Úgyhogy nézd meg ilyeneket, mikor beoltad. És ezt is úgy cserted, hogy itt elvágtad. Hát látod, ott van. Elvágtad aztán. A, olyankor... És nézd meg, mekkora oltások. Olyankor mit csináljak, ha a tékőm olyan erős... Sírjon, de nagyon. Lívjám, nincs vékony veszőm. Igen? A legvékonyabb is ilyen, mint ez. Most mit csinálj? Mit hagyjak? Vagy van valami trükkje, hogy teremjen, vagy terem az azért, csak kisebbeket terem, hogy a vastag is, nem? Terem, már mit árt az? Mert mondják, hogy a vastag veszők nem elzsírosodik. Új karnak. Nincs helye? Nincs helyem. Nincs hát helyem. Egyet megpróbáljon. Hát megpróbálja. Uh-huh. Hogy megpróbálja. Na ezt akkor megmutattam. Menjünk be, majd aztán kigyűjünk. Na, köszönjük ezt a kis bemutatót itt. Hát nagyon majd hasznos volt szerintem. Nekem ez most nagyon az. Ilyen nem ettél még, merek fogadni. Hú, de jó néz ki oda. De kóstoljátok meg, egyetek. Lekvár. Ez nem lekvár, te vagy a lekvár. Kalács. Piros korai muszkát. Az mi lehet? Nem tudom. Én tudom, de ők rendőrték ezt. De azt honnan találták, hogy piros? Meleg! Igen, hát most sütöttük. Üljönek le, üljetek le. Hmm. Üljön le. Hmm. Tudod-e mi ez? Hmm. Kútba kelt. Micsoda? Kútba kelt kalács. Ezt azért kútba kelt, mert ezt vízbe keltetik, meg beleteszik ilyen ruhába, konyharuhába, elsüllyeszted a vízbe, és mikor följön, akkor lehet csinálni. De jó. Ugye, hogy gondoltam, hogy ilyen nem ettem én. Azért mondtam az asszonynak, mondom, csinálj. És kútba kell ezt így. Mit? Igen. Hát kútba. Azelőtt kútba keltették, ugye ásott kutakba. Hát most mi nem kútba, hát fazékba teszünk. Anyám, a tájfölt a kútba engedtel, ott hűtöttem. Igen. Hú, de jó. Ez meg ilyen rohába. Régen, ami volt pelenka, az a kéz, gáz, vagy minek mondták, abba bele, leengeded, fődjön, akkor kész. Ezt meg mink vízbe tesszük, víz. És akkor fődjön a köszönjük ezt a finom süteményt. Hát, köszönjük. Ilyen jót, ritkán eszünk. Mi ez a recept? Kútba? Kútba kell.
Amúgy magyaroknál talán vízen kullogónak is mondják, ha úgy valaki ismeri, de én a nagymamámtól tanultam még. Amúgy. Nehéz magcsönd? Nem. De olyan könnyű a tészta, jó? Együsz, mikor ótunk, és akkor majd fölveszed, hogy megcsinálja. Hát biztos. Burmán ránúj nincsen? Nincs. Bakker. Mit mondasz erre a gurmán ránúj? Hát a 10 topban van. Ez azért van a top 10-ben, majd mindjárt megmondom, mert én azokat a szöllőket preferálom, nem baj. De finom. Hogy levágja, de azért preferálom, mert tőkén lehet hagyni, mazsola lesz belőle, és akkor is jó. Ez is olyan? Igen, nem vesztél az ízit, ezek a jó, mint a csokoládnié, azt is ott lehet hagyni, ha fel nem egeszi. Ekkor minél jobban összemén, annál finomabb. És mikor érik? Korai, gurmán ránúj, ha benne van, hogy... Ja, igen. Nem is van egy kis csemete, hát nem tudom, lesz-e belőle valami. Vidd a kártyus az asztal. Bordó? Hát olyan pirosas van. Aha. Szép, nagyon. Nekem olyat ajánlom, aminek valami egyedi íze van, mint az ánis például. Az ánis megvan az üvé? Viszed azt is, vagy tegyem-e? Viszed, vagy tegyem-e? Elhiszem, valamit vigyek. Keresd meg az ánist akkor. Már levágtátok? Le, tegnap. Annak a íze ánisos? Ánis. Elmehetünk oda abba a sorba, akarsz. Megnézzük. Na. Keresettek ezek a egyedi ízűek? Vagy igen. Igen? Ezt nagyon szeretik, olyan, mint a... Cukorka, nem? Pörkölt cukor, egy ilyen vatta? Hát hasonló, ez direkt olyan, mint régen a Béla, az biztos, hogy emlékszik a vásárokban, az ánis cukorka, amikor volt. Igen. Na, igen. Ez na. Kimondottan olyan, mint egy ánis cukrot enni. Én kóstoltam a kiállításon. Hát annyi nincs, egy tőkén van. Na, itt mik vannak ebből? Ez a szép, ez Gina. Jó. Ez Gina. Mind van ám. Nincs, azt kértem Ginát. Nagyon muskotályos. De már vettek le a Ginát valahol. Hasonló, mint a muskát. Kitől kért Ginát? Hát tőled is a feleséged már vett le valahonnan. Ginát? Nem vitt Ginát. Akkor vágjál Ginát. Nem kértél Ginát. Jó. Utólag, pótlólag kértem a Ginát. A szövegben nem volt a listán. Ja! Utólag. Értem. De látod, itt is csak 4 vesszőt hagytál. 1, 2, 3, 4. Akkor nem vagy olyan... Neked is van ők rendes veszélyik. Nem vagy olyan sokat azért rajta. Nem. Minek? Német. Hát azért ilyen vastagon. Ugye én elkövettem azt a hibát, hogy túl sokat hagytam rajta. Nem szabad. Besűrűsödött, mint állat. Nem szabad. Hát nézd meg, ez az igaz, így a név. Igen. Látod, ez a gyönyörű. 1, 2, 3. Nálam szempont az is a szőlőfajtáknál, hogy ne legyen sok munka vele. Ez még erre a munka, rombik. Kacsolni való. Rombik? Uh-huh. Mivel trágyázod? Műtrágyával? Igen. Ortofruttával, amivel baj. Abba én is ortofruttát használok. Beásod, vagy nem? Vagy csak nem. Most ez be lesz majd takarva, csak ugye nem értünk most rá, majd be lesz takarva, és akkor ugyan oda a vájúba beleszórjuk most vagy ortofruttát, de szoktam azt is cserélni. Topker. Vagy ilyen... Hát ezeket az organikus ilyen orgevitot, vagy ilyen hülyeségeket, ilyen sziforkát, vagy picurkát, vagy mit tudom én, ezek ezek a pelletát? Hát azok a pelletek, azt mondom. Ezek mind ilyen pelletfajták, azokat szoktam. Mert ugye nem rövid a vége, keveset hagytunk, azt nem mehet még a keskeny, tudod? Azt ide nem bírjuk beszórni. Ortofruttát hányszor egy évben is? Egyszer. Kettő? Egyszer. Egyszer, mi? Egyszer, és akkor olyan én szoktam, hektáronként olyan, ha maximumot akarom, akkor 600 kilót. De hogy ősszel, tavasszal, kétszer is, háromszor nem, is? Mikor meccés után, mikor indulnak a szöllők. Akkor? Persze, hát most nem lehet a tavasszal olyan vizes, még most is, de elmenne a fenébe. De a foszforkálium az lassan megy lefelé. Mert a nitrogén az rendben van, de a kálium... A nitrogén el is párolog. Az gyorsan el, de nincs abban nitrogén, 6% van. Igaz, hogy ebben a homokban könnyebben megy lefelé. Na. Nem is látom a sorok végét. Hány méteres?
270. 270. És hány fajtád van? 500? 100 alatt vagyok. Dehogy vagy 100 alatt? 500 körül van szerintem. Ez a Queen Nina volt. Egy 1000? Mit mondott a feleség? Nem tudom. De csak tudod. Nem mindegy. Hát csak úgy. Mindegy az. Nem az a lényeg. Milyen a karnevál? Szép, gyönyörű. Érdemes benn hagyni. Nekem van egy csemete. Most ami idén nekem nagyon ütős volt, az a Muscat Ianna. Igen. A, hát... A curkán fajtája. Az hagysz a sor közben valami pillangóst, vagy kapálod sorba? Hát nem, rotta kapálva csinálom. Ez is ugyanaz az ótás, látod? Itt elvágta. Aha, igen. Ide beótotta. Sophie. Itt kijött a hajtás, abba beótotta. Sophie Eszki, muskotályos. Na ilyet fogok csinálni most. Már csak ezért is érdemes volt eljönni. És a Laráról mi a ótottam az idét, most. De nem termett. Az most nagyon a Lara, be van akkor. Most itt hype-olva, reklámozva a Lara. Még a... Várjál, csak nem ez az. A Belaya Róza. Ez nem az pedig. Az. Ánis, de az. Az Ánis. Ánis, igen. De abból nincs vesző, már látom. Nincs. Jaj, magának hát is akar. Hát nem, akkor ne vágd le. Akkor ne vágd de. Le. De. Miért? Átótod? Nem, hát eztet neked. Azt mondtad, beótod. Hát próbálnám. Na, itt van, így adok háromat neked. Ennyi ánizsod van, csak egy tőkéd van. Nem, van máson is, de nem tudom. Magának meg odaadom ezt a kicsit neked, jó? Ez meg a izi, a Rosalinda. Az is nagyon szép szövegy. Nem ismerem. Van olyan sorozat, nem? A brazil. Igen. Mákunk van, hogy ilyen szép idő van. Na. Ó, köszi. Ánis. Ánis. Ez kiváló ojtól veszélynek egyébként. El is jó. Köszi. De mondom, azt hiszem, neked még bent is eltett az asszony. És az ananászból van? Nekem? Ananász? Nem a bananász, hanem ananász. Ananász. Egy kis csemetém van, de abból nem tudtam hozni. Ananász? Ananász. Új? Igen, ananász. Nem mindegy. Nem? Nem, ám van ananász is, meg ananász ranúj. Ezt figyeltem meg még, hogy a hajlatokba hozzá... Nem mindegy, ám. ...erős veszélyeket. Amit tettek fő most videót, az kitette fő azt a videót. Valaki főtette egy videót, az ananász. De ez még ananász ranúj, ez még korai. Aha. Ez ődes színű szőlő. Igen. Na, majd meglátjuk jövőre. No. Hogy lesz végig, itt még vagy? Érdekesség. Na akkor menjünk végig, ha akarsz. Tudod, mi volt idén nekem a nagy? Mi? A Giselle például nagyon finom volt. Giselle? Giselle. Az nincs nekem. Nincs. Akkor... Nincs az. Kismis Zoloce. Nagyon finom. Ilyen karamell mandarin, nagyon jó íze volt. Az se ízé, te hunk kóstoltad azokat. A szlováknak kóstoltad. Ja, ottan kint, aha. Ott ja, az egyikből kaptál is valamit. Kaptam koktélt, de azt hoztam is neki. Ja, a koktél az az? Aha, ez is finom. És a Giselle az milyen? Az piros. Hát de melyik a karamell? Ja, ez a koktél? Nem, a kismis Zoloce az olyan karamelles. Ja. Meg van kimondott karamellízű, abból hoztam. Úgyhogy na, majd meglássuk. Itt a desszert fajtákat. Ez nagyon szép szőlő. Na. Ez mi? Az Anita ukrán. Piszánkának az Anitája. Ezt mondta a Barna ennél is talán, de... Ajuta vagy Anniuta? Anita! Anita! Az a harmadik. Se nem Anniuta, se nem Ajuta. Ezt mondta a Barna is, hogy ez jó lesz, de igen. Neki se volt belőle, csak egy-két. Ekkora fürtök. Vittem a kiállításra, az lett volna a legnagyobb fürt ekkora, de mondta Péter, hogy azt a madzaggak, nem jó lesz ez, megfordultunk, dus! Muskotályos, nem? Musk nagyon finom, gyönyörű, tényleg. Szép van, szép, piros a színe van, nagyon egy, szép. Vegyünk egy veszélyt. Nagyon vegyünk szép. Egyet, na. Apám mondta 50 ezer nélkül, sose induljál, fiam, kutya körbe húgyaz, úgyhogy. De adott is legalább annyit? Adott mindig szegény. Várj, ezt levágom minden alulról. Adott a... Ez nem ér. Mit kapunk? Anita? Anita ukrán. Azt mondják, ezek a
tőből jövő rügyek nem olyan jók. Igen. Inkább... Hát de odaadom a törvét, odaadtam mindent. Gyökeresztetni viszont gyökeresztetni jó. Gyökeresztetni az a jó. Igen. Ja. Ezt itten, ezt vágod még egy kicsit, hát így, na mindegy. Aha. Megcsinálja? Persze. És akkor így. Karcol, igen, jó, szakás, bekarcolod, és akkor egy napig áztatod, vagy kettő, és akkor... És utána mi? Ledugod? Igen. Hány, mekkora? Te mit akarsz vele? Én? Vagy nem akarsz? Nem kő? Nyakláncnak. De. Ótod vagy? Ótom én már csak. Akkor mekkora? Három el? Kevés. Bőven elég. Kár volt itt megállni, mi? Dehogy mi. Beajánlottad itt a jó fajtát. Anita. Ukrán oda teszem, hogy... Mert van magyar Anita is. Aha, el is érde, Léci. Jaj. Magyarok közül melyiket? Mondod, hogy... A... Mondtad egyszer az Angélát talán. Az Angéla is nagyon jó, szereti kapni. Mert már még egy U betűt, vagy hogy ukr... Mágy. Angéla, aha. Ua. Kozma Pálnak ugye a nemesítés. Ua, ua. Ja, az a... Nem a Zanita, az én, nem a, Zangéla. De. Gyönyörű, szép, sárga, roppanós, későbbi fajta, ellenálló, rezisztensnek mondják, és egy különleges ízvilága van annak. Igen. Is. Igen. Olyan picit, pici valami fűszeres íze van, nem sok, de van benne, mikor teljesen megérik. Az is egy jó szőlő. A Fanni is egy nagyon jó szőlő. Nagybogyójú, szép fürtöget hoz, rezisztens, de viszont én nekem piacra, én mondtam mindig, hogy én piacos szemmel nézem, persze. Nem jó, mert zöld. Aha, igen. Ugye hamba zöld, és a piacon nem szeretik, mert jöd. A másik a nagyon szőlő, akik szeretik, és nagyon jó magyar szőlőt akarnak, a Flóra. Attól jobb szőlő nincs. Azt mondtam, most itt elmennénk végig, és a Flórát megkóstoltatom veletek előre, utána, amit eztek, szőlőt mindre azt mondanátok, szar. Jobb. A Flóra az nagyon olyan finom ízvilága, a legédesebb szőlő, ami létezik. Nagyon édes, azért mondom, hogy azt megkóstolod, a többi utána mincal lesz, hidd el neki, mert annyira édes, mézédes szőlő a Flóra, de majdnem akkora fürtöt tud, mint a Velez. Volt olyan, hogy ekkora fürt, három tettem bele a tízes ládába, és már a másik ládát nem bírtam rátenni, mert akkora volt. De annak is az a baj, hogy erről a nap felülről éri, az akkor olyan pirosas, barnás lesz, a másik vele meg zöld, olyat olajzöld. Olyat kéne kunyerálni, Flórát. Kinek? Nekünk. Adok én Flórát, ha akartok. Flóra az is ukrán? Nem, magyar. Mondom, hogy az magyar. Rezisztens szőlő, de a magyarok közt a legjobb szőlő. Magyarban még a Anna napi muskotá is finom volt, kóstoltam. Anna napi muskotá? Nem kóstoltam, azt nem is ismerem. A kocsisnak a nemesítése. Nem, nem az tudom, azt nem tudom. Kóstoltam. Azt nem tudom, de... Tudunk akkor még mit hozni majd neked. Van azért egy-két fajta, ami adjak Flórát, nincs. Adjak Flórát. Hát... Kérjünk én egy... Már nem kérek, mert nem kész. Nem tudok vele. Nem tudsz már hova útani, mi? Igen. Ezekkel is bajba leszek. Mert? Ez az. Nálad fér, akkor a dzsumbúj van ott. Át tud ótani a... Március. Hát ez az lesz. Amiből kettő van például. Ez a... Igen. Béla, nem, ez a fehér akác, nem ezek az. Ezek jó megmaradnak, ezek a jelző műanyagok? Meg. Ez redőnybű van. Azt mondja, látom, és mivel írod rá? Hát filztollal ráírod, és akkor még akarod, hogy tovább maradjon, akkor lehajlakka. De itt mindig a déli felírű kéne tenni hamarul, akkor nem fog elmenni. Jó kis fajta szlávokra. Igen, redőnt írja, ezt a szél forgathati akár, hogy akarod, azt nem fog leesni. Szerintem melyik a legfinomabb? Hogy? Szőlő. Itt nálam. Fenne se tudja ennyi. Biztos van olyan, hogy... Ebből a tizen fajtában honnan tudja. Azért mondom, abból tízből biztos van olyan, amit így megkóstolsz. Én nagyon szeretem, ami a, mondjuk az újak közül, a most hirtelen ez a Podolak Nikopolo. Ez, amit mondtam neked is, hogy ez olyan ízvilága van, a Lambada nagyon jó az újak közül. Ennek is mind különleges ízvilága van. A Zán is finom, csak én nem szeretem, az asszony szeretem. Micsoda, Szolnocska, a Kendikot, ezeknek olyan ízvilágok van, hogy az ember csak a gurmán ranúj, amit mondtam. Nagyon sok ilyen szép, finom szőlő van.
Ami meg mondjuk nem az ízvilága, hát a fehér felhő, amit mondtam, a bélói oblák, szintén olyan, mint a te Picasso, meg amaz a, nem tudom, az a ropog, így vertem a traktort, tehát én mondom, nézd, hogy kopog. És nagyon finom olyan és kell, mert azt meg jó el tudod adni, nem? Az arra 15, arra 29 diótörő ezek? A diótörőt még nem próbáltam, az arákat próbáltam, azok elég jók. Majd még kiderülnek itten, kőnek ide több év, hogy ez kiderüljön. Hát igen. Én amikor mondjak így, mondjak valamit, tehát arról nem tudok, amit egy vagy két vagy három éve ótottam, vagy íze, már saját gyökérem van, de az itt van, ami már több éve itt vannak, arról már tudok mondani, ami már 7 éve itt van, vagy 8 éve, vagy azért akkor az már bizonyított. Már régebbi fajtákra alig beszélgetünk, nem? Hát igen. És egy land is azért, ha megkóstolsz. Hát az is ott van, land is, Milán. A land is azért nagyon finom. Ott van a Milán is mellette. Milánka? Nem a Milánka, van Milánka, igen, Milán. Nem. Milánka, van a Milána, meg a Milánka, van a női, meg a férfi. Ez is egy gyönyörű, olyan, mint a land is, gyönyörű, sárga, muskotályos, majdnem olyan, mint a land is, gyönyörű szöllő. Én a Veles szeretem, de úgyis sokan nem szeretik. Erről adok közepén. A Geliodor. Kismis Geliodor? Igen. Az is annyira hatalmas. Annyira esfürtöt hozott, és mind beérlelte. Hát figyelj itt már. Banánász, az is jó. Ebbe a nagy választékba. Nehéz kiválasztani. A fekete Black Globe, az is egy gyönyörű szöllő egyébként. A fekete szikla, ez a Kaluginnak az összes izéje, nemesítés, a Black Rock, igen, fekete szikla. Ez a banánász, az Olimpa Kaluginnak, akkor ez a Slava Ukraine szintén. Muszkát ada. Karnevál, azon ez a rózsaszín banán, banáncsik rozémi. Na olyan van most nekem, milyen? Rózsaszín banán. Nem tudom, az idén manikűr finger. Manikűr finger szép szőlő, de annak sincs sok íze. Itt a muszkáti jonna, nem? Igen. Az, amit mondtam neked. Igen. Az a, szinte árkádia. Hát is már nem tudom miután, de jó, megterheltem tavaly, azt az volt a baj. Én a manikűr fingert átoltom. Nekem nem jött be. Gyönyörű, szép meg minden, de hajt mind a hülye. És annyi. És annyi. És annyi. Igen. Annyi. Kismis Ászja, ez a Katyusa. Katyusa. És ez a Treasure, ez muskotályos. Igen, japán. A Treasure az gyönyörű, szép, nagy, hát középnagyságú fürtök, nagy bogyók, muskotályos és ellenálló. Hát az most már nálam 8. éve. Uh-huh. És az már bizonyított. És az idén is a kincs, Trezor. Treasure. Neked is. Van Trezorom. És nagyon jó szöllő. De ez még a banán volt, ez Giberlinnel kezeltük, de nem sikerült. Ez a banán finger, a japán banán. Uh-huh. Ez a Trezor, ez nem csak hosszú csapon terem? Nem. Hát ott van. Nálam az idén. Ugyanígy nevelem, mint ezt a többit, ott van. De mutattam az Árkádia, és sokan elítélték az Árkádiát. Tehát pont itt volt nálam, hát akkora fürtök. Ha az idén vittem volna Árkádiát, Pécsre kiállításra első díjat elvittem volna. Olyan Árkádiáim voltak, mint a 5 fürt nyőtt volna egybe. Még sose volt ilyen, pedig nem egy éve van Árkádia. Nem ajánlja. Hát ki mit ajánl, az más, de... És muskotályos neked, vagy nem? Éppen csak egy picit. Enyhén. Nem tolakodóan. Na most, hogy ki mit ajánl, az egy másik. Én mindig azt mondom, amit most is elismételök megint, hogy mondjuk itt nálam az Oscar, itt van 7 éve. Magyarul mondva szar. Én még egyetlen egy fürtöt nem vettem le róla, nem tudtam levenni, mert megrohad. Igen, de viszont, ezt nem tudnám, de nem úgy van, mert ebből a klombú kapott tőlem Kiskunhalasra is, meg Kiskun Félegyházára is. Mind a kettő dicséri. Hogy mit beszélsz? Nálam olyan gyönyörű, ekkora fült, akkora bogyók, hoz, még mindig fönnlóg. Hát és azt, amit mondok, hogy területileg, hogyha valakinek egy szőlő tetszik, tessék azt az ő területén, és az ő éghajlatai viszonyok mellett kipróbálni. És akkor döntse el, hogy jó. Nem az, hogy nálam nem jó, nem ajánlom. Ja. Próbáld ki.
Így van. És akkor majd meglátod, lehet, hogy nálad a területi viszonyok, meg az éghajlati sokkal más, és nálad jó lesz, ami másnak nem. Mert nálam ez a plac 270 méter hosszú, de látod, itt is van dombos, völgyes, és itt van, elő mikor ütettem körtefákat, 4 évig csak ütettem, pótoltam, többféle körtefát nem mentek. Itt hátul még a körtefa, elő csak az alma, még a szilva. Ez a területi viszonyok között. De szőlő is másképp viselkedik, itt is, meg amott is. A puding próbálja az evét. És nem pedig itt, meg Debrecen, meg Zala, meg kell próbálni azt a szőlőt. Nem, azt nem szabad, hogy mit ajánlok, meg minden. Nálam ilyen. Hát te meg próbáld ki nálad, hogy milyen lesz. Ja. Mert ha... Energodár. Az is jó kis. Ez is egy nagy sláger. Igen. Most az Energodár. Meg a Vicomte, ami hasonló, csak kicsit nagyobb bogyós, és az egy kicsit muskotás is. Mi az? Adtam már neki belőle, de adok még egyet. Grand Prix. Grand Prix, az... Na, erről kíváncsi kocsiba. Vagyok, hogy erről az a jó! Kocsiban már mondta Béla Grand Prix. Gyönyörű, szép nagyon. Ez is szép, is. A Grand Prix is nagyon jó, a Szopernik. Szopernik ilyen gyönyörű kis piros bogyók. Szétvágod meg a... De jó ez a Grand Prix. Nem tudom a nevét hírte. Márja, majd megmondom. Van olyan fajta, ami még nincs neked, de már szeretnéd beszerezni, hogy kellene. Há, nem tudom. Nem vagyom. Hát, oksz az újak. Ez az Allison, amit mondtam neked? Az biztos, hogy jó. Igen. Mert ezt is ízétem. Mert hát most az, amit nagyon az asszony, hogy hú, de szerezzük meg, de szerezzük, ez a griff. 500 grívnyaként. Mondom, 6000 forint. Hát azt azt mondja, jó van, akkor mondjam. Van a barnánál. Meg kérünk tőle. Mennyi is várja? Hold. A kismis gin. Kismis gin? Na, nagyon sütt a Veleszre. Igen, nagyon jó. Hát de nem, már kisebb fürtök, és ez a különleges ízvilág. A tavaly ez nyert egy, a Mucsi Ferjelve kapta meg a gyerekdíjat. Igen. A gyerekek az íze legjobb szőlő volt. És a popcorn? Nem tudom, az nekem még nincs. Te jó kis landisod. Igen. Baltimore. Igen. És egyébként a Fuji Minori. Árvus, ezt is nagyon szeretik a piacon. Van, aki szereti, van, aki nem. Ennyi. Mert ugye, aki ezt a labruska is szereti a Fuji Minoriba, hát ekkora bogyók, ugye azt mind sokan szeretik, de nem szereti a héjat. Nem hát csak az Isabellának van labruska íze. Nem. De a Kira is idén igen, kóstolta, Kira nagyon is. Jó volt. A fiam az megtanulta, így megfogja azt így az ujjaik kényesbe szállja. A piacon úgy árulom, amikor kérdezik, mi ez, mondjam, Otello. Hát ez nem Otello, Otello nincsen, de mondom, ez Csernobili Otello. És akkor megkóstolják, ugye, hát tényleg Otello, de milyen Otello? Ezt mondom, Csernobilból hoztuk. Mit mondjak neki? Na köszönjük szépen itt a bemutatót. Elég volt. Ezt a cirkuszt mit néztek ezen a cirkuszon? Valamikor, nézzük, valamikor mikor kezdtem, ez volt egy kedvenc öllőm, ez a Doblerábi. Úristen, mekkora hajtásom van. És, de már hányszor levágtam, gyönyörű, szép, nagy, fekete, nagyon későn van, hát relatív ellenálló, de emígy nem. Az, hogy olyan roppanos, meg későn volt, az már nem volt másik szőlő, de jó volt ez. De van, még most is keresik Doblerábi. Nem ismerem. Hát későiben csak a Moldova, mert originál, nem ezek a... És a talizmánod van? Arról mi a véleményed? Hát volt talizmánom, de már nincs, az már olyan régi, hogy már ki is veszett. Nagy szemű, fehér, gömbölyű, tudom, késői. Hogy az, hát tudom, volt hát én neked. Kihalt. Nálam már kihalt, már az olyan régi, hogy nálam már ki... Nagyon sok nem eszem. Én 2008 óta csinálom ezt. Nálam van olyan szülő, ami már el is felejtettem. A nemesítőknek sok helyen olvasom, hogy az egyik szülője a talizmán. Igen, a Korpás is a nemesítette a Velikát, a Kaimant, azt a
velikászor Csaus Rozovúj, az a kájmán. A vízes és az meg a velikászor, vagy talizmán, vagy a stimul, vagy melyik, ezekkel valamelyikkel nemesi. Cimusszal, hogy állsz a cimusszal? Jó szöllő, finom, szép. Kicsit puha. Na, külön minden oké, csak egy de kicsit... De nálunk már nem minden puha. Én már azt sem tudom, hogy a puha milyen. Mit találtatok Solcent-Imrén? Mondjatok valamit. Mit hoztunk Solcent-Imrén? Hát, nem is tudom. Szilvert adott a Sanyi. Hát, mit tudom én. Ánist, egy-két szemet. Ánist. Hát ilyen. Mit tudom én. Kaptam egy csemetét. Veletény. Veletény, azért. Mindig azt akarom, hogy adni akarok oldani. Mindenféle. Red Globot nem akarsz oltani? Fácsik. Red Globot nem akarsz oltani? Én nem tudom, Red Globe. Hát az... Red Globe van egyszerű. Red Globe az ilyen áruházatban. Nagyszerű Penny Marketben lehet kapni. Ez is jó kis szöllő, ám a Prairie-ja. Ez is nagyon jó kis szöllő. Nem ismerem. Ez mi? Mi ez? Veletény. Nézzük, én a veletenyt is csak így össze van darabolva, azt így benne vannak. Ez a veletenye, az én is kaptam abból egy csemetét még. De mondd, hogy hallod, amit akarsz oltani, Miki, mindenből adok. Ha mindenből akarsz oltani, főszintkézzük, van az a sorotok, amiből itt a Red Globe. Mennyi Red Globe-od van? Az igen. Ez nem sok dugvány, van egy olyan 1000. Aha. Csak tudod, ez a baj, hogy... Hát most mindenütt láttam a bótba ezt a Red Globe-ot. Ez nagyon jó szemű is. Nem látok, kiesek valami. Ez nagyon jó szemű. Jó, köszönöm. A kocsit, össze van aprítva. Ez is alig várja már, kipattanjon, látod? De ilyen apróra? Hát miért? Hát ez kell neked. Csak ebből megcsalad a izét. Ez kell neked jól tanítod. Ilyen piciből hogy csinálsz? Hát úgy, nagyon egyszerű, a teteje van, látod izéből, a teteje rövidre van vágva, a teteje... Ebből csinálod a komoly oltán. Alja, ez megvan. Elvárni az izéből. Fogóba. Komolyan fogóba. Te az estük. Ami ott nagyon kilóg a sorból. Melyik az? Aznak nem jó a rügye, ez szerintem. Akkor az fogóba. Tudsz te metszeni fogóba is. Oda néz. Ennyi nem kell, hogy drága metszol. Charlotte. Ráírom. Rozaranya, az egy nagyon jó szöllő, az egy nagyon jó csalódás a rozaranya. Az nagyon jó, valahol én is kóstoltam. Az egy cecén, nagyon... piros, te jó? Igen, Christy Picasso. Az van nekem, az a kőkemény. Rozaranyát nem oltasz egy... De legyél, hogy egy rozalindát. Az nagyon, ők finom is. Rozaranya. Finom egy, is. Ami kilóg a sorból nő. Finom is a rozan. Igen. Biztos, ah, ez az alja. Vagy akkor várjál, ez még talán jobbnak tűnik. Ami jó rügy, valami nézzél másikat, két rügy nem volt jó rajta. Te jobban látod. Na, onnan látod, hogy nem jó rügy. Be van vakúval, látszik rajta, aha, nem akar indulni. Ez jónak tűnik. Jó, hány rügyet nyomjunk? Három, ez húsz, max. Három. Ez az aljasz, ez az aljasz, ez nagyon jó, ez is egy aszok is ezé. Muskot a Krasznaya Stella. Mindjárt rendet rakunk, aztán vissza kell okárnunk, Krasznaya Stella. Ezek a kintiek, de ebből mindből van dugvány is csinálva, a Boris mondta, hogy csináljak, mert megveszik. Hát akkor medovi. Ebből kell. Ez a sima medovi. Van muszkát medovi, meg van sima medovi. A muszkát medovi kell lenni. Ez is muskotályos, csak a muszkát medovi. Mi a különbséget sokkal intenzív. Ugyanúgy néz ki a két szőlő, csak sokkal intenzív a muskotálya a muszkát medovinek. A medovit az termelhető szőlő. Én azt próbálom is majd most többet ültetek, mert nem viszi a darázs. De megvan, olyan van bármikor, mint a land is muskotályi gyűlő. Olyan bármikor van. Legyen belőle egy akkor a medovibe. Vékonyabbat vagy vastagabbat? Mindegy, ami kilóg a sorból. Jó így? Jó. Én ezt el fogom vágni itt, kiássuk a tőkét, vagyis kiekézem, kifújom, majd március környékén.
elvágom itt, beékelem azt a tőkébe így, eddig földbe lesz körülbelül, és akkor addig segít neki a tőke, tudod, ameddig, hogy ne száradjon ki. Májusban szépen ő begyökeresedik, az csinálja dolgát, még alulról is segít neki első évben a tőke. Ja. Alulról is segít neki, és nem muszáj elvágni hozzá a tőkét, bőr alá is bevillod rakni alul a tőkébe, és ő fog legelőször érvényesülni. Ez a legjobb oltás, én ezt láttam most kint a Tracsenkónál, tavaly, hogy ez baszki, ez, elmondom neked, hogy oltványán minden, bemutatom is, amit igen. Minden oltvány. A Tracsenkónak minden oltvány. Minden, ott van rengeteg botfajtás. Minden oltvány. Minden. Melyik legyen a muszkát, medúvíz? Most csináltam egy top listát. Béla, melyik legyen? Az ilyen különleges ízűkből, hát muszkát, medúvíz nem rak. Ebből viszont kellene több, ha lehet, ha nem gond. Béla, nincsen gond. Akkor nem gond, hogy ezt kívülünk húzni. Vágd le, amelyik útban van, hát vágd le. Jó, akkor. De nagyon finom a muszkát, medúvíz, csak ugye a darázs megeszi. Ezt láttuk is a fóliában. Egyet én is elviszek, ha kapom. Milyen vastagság hát, szerinted? Nekem a az, amit fogsz, az jó. Emlékszel, nagyon finom volt, de tényleg dugigó darázsra. Szívta, mint az állat. Fogom, hogy könnyebb legyen írni. Fóliában lesz. Ha. Kell még ilyen, Béla? Mert dobjuk el. Ebből még le, ha kaphatok, akkor megköszönöm. Te ezeket hova teszed, ezeket a fóliában? A fóliában, amit ültetek most szöllőt. Tudod, oda, ott lesz tartó. Vagy ott lesz, ez lesz, ez fogja tartani, ez lesz a tárrendszer. Ilyen komolyak. És hogy lesz, ugyanez a művelés lesz, amit szoktál? V-alakú, csak ezt összekötöm felül. V-alakú lesz? Na hogy változtatsz? De majd meglátod. Ez most egy új változat lesz. Aha. Ez egy új változat lesz. Két oszlop, fönt összekötve, és föntről lelógatva két vezérdrótnak. Itt lesz a két termőkör, és akkor onnan mennek ki a szöllő. Itt lesz lent a... Ami a földbe megy, kap valami kátrányt, vagy valamit? Semmit, hallod, csináltam így is, 10 év után, amely ki akar dőlni, kidől, így is, meg úgy is. Ugye nekem 40 éve van egy sufnim ilyen oszlopokból, még csak le sem volt héjazva, és mai napig is stabilan áll. Tudod, hogy mi? Az a jó, ha így le van haja, vagy szárad egy évet. Igen. Annál erősebb egy akász, igen. Olyan kemény lesz. De nézd, ezeket is, ezeket el kell várni. Meg majd jönnek befelé az akászfoszlop, csak most mindenki megáll. Ezek el lesznek kettőbe vágva, ugyanaz lesz. Ez is 350-es. Ott egy nyuszi. Aha. Jönnek ezek itt át. Szia, te itt laksz? Ezek el lesznek vágva. Ezek ilyen mázsa körül. Fák. Igen, ebből két oszlop lesz. Jaj. Ja, csak ebből csinálod a izet, nem? Jaj. Ugyanaz. Csak azok nem lesznek elvágva, ezek még el lesznek vágva. Ebben nézünk ezt is. El lesz vágva, kettőbe nézünk milyen. Mindenki ezt a fémoszlopot olyan gyönge, ez, mint a harmatos libafos, ez a fémoszlop. Ez az akácfoszlop, az oda csavarozó, oda fúrsz, ahova akarsz. És ez a héjet, ezt tudod használni valamire? Odaadom a szegény emberkéknek, hogy vigyék. Volt olyan, hogy 10 pótkocsival volt. Tehát most is lesz, végig, a tetőig végig tele lesz oszloppa. Így lehajadt oszloppa. Mennek ki a borszöllőkbe majd. Tehát odaadom embereknek, nagyon jó amúgy tüzelni. Begyújtogatni, de Béla, te is városba, de higgyétek el, hogy még visszajön az, ami régen volt. Nagyon-nagyon szar felé haladunk. Higgyétek el, nagyon szar felé haladunk. Sajnos most megint kaptak pénzt, elég sokat. Most megint jó lesz egy darabig. De mi lesz majd áprilisban újra? Éppen mondom minkinek az úton, hogy sokáig, évtizedekig a kettőnk nyugdíjából megéltünk, és félretettem. Most hozzá kell tennem, mert nem elég a kettőnk nyugdíja. Pedig... Nagyon nagy lábon élsz. Nagyon nagy lábon élsz. Ez túl sok szőlőt veszel. Nagyon nagy lábon élsz. Ez most már olyan szinten jövőre úgy leviszem az árát mindennek, mint a szár. Jövőre. Jövőre mindennek leviszem az árát. Mert most már olyan mennyiség van, nem kell pénzt fizetni a rügyétől. Mindenből. Tehát vannak olyan fajták, még azért a titánból még azért hozzá kellett nyúlni. Még a mangóhoz is hozzá, a Duchesshez is hozzá kellett nyúlni, a Carlitához is, a Federico Fellinihez is. Az Alizont is azért nem 5 fillérre jött ide. Na, köszönjük szépen itt a bemutatót. Kaptam egy-két oltóvesszőt. Sok vessző. Hát ebből sok minden lesz, csak Béla, szét fogod szólni. Szép vesszőket, köszönjük. Már ki akarnak jönni.